Európa Nostra díjjal tüntették ki a kolozsvári, a gótikus stílusban épített Szent Mihály templomot egy szombati ceremónián. Az elismerést a templom bejáratánál elhelyezett plakett jelzi. A 15. kolozsvári Magyar Napokon a Magyar Egyházzenei Biennálé keretében zajlott az Európa Nostra díjátadása a főtéri Szent Mihály templom részére. Az elismerést május végén ítélte oda az Európa Nostra bizottság a gótikus stílusban épített templomnak. László Attila főesperes plébános elmondta, hatalmas felelősséggel jár ez a díj, ugyanakkor nagyon nagy elismerés. Mindaz, ami itt megvalósult, és csak a Jóisten tudja, hogy a 700 év alatt ez hányadik felújítás, javítás volt a templomon. Emögött emberek állnak. Olyan emberek, akik talentumokat kaptak. És azt én úgy láttam, hogy a lehető legteljesebb módon kamatoztatták. Raktuk össze mindannyian mindazt, ami ki mit tudott és kinek amilyen volt, és abból megtapasztaltuk azt, hogy egy csoda születik. Hozzátette, az utóbbi két hónapban több mint 71 ezeren látogatták meg Kolozsvár ékkövét, a Szent Mihály templomot. A kuratórium úgy fogalmazott, három fő elem határozza meg az épületet és a mögötte álló közösséget, szakértelem, hit és kultúra. Az Európa Nostra díjakat 26 műemlék kapja, ezeket pedig örökségvédelmi szakértők ítélik oda. Romániában még a Szászalmádi evangélikus templomot díjazták. Az elismerést a templom bejáratán elhelyezett plakett jelzi, amelyet közösen lepleztek le az elöljárók. Az ünnepséget a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Maros Széki Kodály Zoltán gyermekkar koncertje zárta.